Üdvözlök mindenkit! Gondolom mindenkinek megvan a saját története, hogy miért jött el ide erre az elvonulásra. Hát engem most küldtek. Én egy gyógyító buddhista közösségnek is vagyok a tagja, és az ottani tanítóm azt mondta, hogy most jó lenne, hogy eljönnék egy ilyen hosszabb elvonulás, és ez volt a leghosszabb elvonulás a környéken. Bizonyos változások vannak az életemben, ennek a szelét érzem már néhány hete, és ország döntéseket kell hoznom, és az is lehet, hogy a tanítók, tanítóim hoznak, is hoznak majd döntéseket, úgyhogy ehhez kellett az elvonulás most. És amiről ma beszélni fogok tudni, ezek a döntések, illetve a változások. Ugye a Oroszlán király óta tudjuk, hogy a változás jó. Végig gondoltam az elmúlt 10 évet, kb. Ennyire emlékszem vissza így az életemben így részletesen, hogy milyen változások történtek, amelyek mindig hoztak valami újat, hát általában egy kis szenvedéssel is jártak. Mert mindig vagy egy, mint ahogy az életben ezek történnek, vagy érzelmi terhek kerülnek olyankor az emberre, vagy anyagi terhek és anyagi változások, amelyeket valahogy megélünk, és azt tapasztaltam, hogy a zen gyakorlat segít ezekben. Egyrészt fölismerni ezeket a helyzeteket, másrészt pedig ráismerni a saját karmánkra közben. A történésekben, illetve azokban a döntésekben, amelyeket ilyenkor hozunk. Az egyik, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy, és ez 10 évre nyúlik vissza, az egyik legnagyobb országos gépjármű márkakereskedői hálózat kereskedőinek közös cégeit vittem, 2-3 kisebb céget. Akkor már jó ideje gyakoroltam ezt a gyógyítást, és éreztem azt, hogy körülbelül az lesz az utam, mint a többi gyógyítónak előttem, akik félrerakták addigi karrierjüket, addigi munkájukat, és átadták magukat a bizonytalannak, és csak a gyógyítással kezdtek el foglalkozni, és abból igyekeztek megélni. Csak volt egy olyan életszínvonalam, amiből nehezen tudtam azt elképzelni, hogy hogyan fogok tudni én annak a bevételnek a töredékéből megélni, mint amit addig kerestem. És akkor 10 éve úgy éreztem, hogy ennek eljött az ideje. Hát én egy kicsit ilyen fejben élős, gondolkodós, számítgató típus vagyok, úgyhogy ki is találtam, hogy az hogyan lesz. Éppen a gazdasági világválság közepén voltunk, az autóeladások is jelentősen csökkentek a bevételeink, és már nagyon sok költséget lefaragtam, és azzal álltam a tulajdonosok képviselői elé, illetve a felügyelőbizottság elé, akik a tulajdonos képviselték felém, hogy én már minden költséget lefaragtam, most már szerintem az én fizetésem következik, úgyhogy arra gondoltam, hogy 4 órában végezném tovább azt a munkát, és a lényegét akkor is el fogom tudni látni a feladataimnak. Belül pedig azzal számoltam, hogy majd fel annyi fizetésből szépen elkezdem a gyógyítói tevékenységet. Hát nem talált valami nagy örömteli fogadtatásra, nekiálltak számolgatni, hogy mégis hogyan lehetne úgy, hogy mégis maradjak teljes állásban, és addig számogattunk, míg azt mondták, hogy szerintük ez lehetséges. Nem egészen értettem, mert úgy éreztem, hogy már a körülmények jók, és bennem is megvan a döntés. Aztán néhány hét múlva megszületett a döntés, szóltak akkor már nem a felügyelőbizottság, hanem maguk a tulajdonosok, hogy hát ők úgy érzik, hogy a továbbiakban nincs rám szükség. Úgyhogy hónap végével köszönjünk el egymástól, ami először egy kicsit megütött, mert én ugye nem erre számítottam, hanem egy biztonságosabb átmenet erre, de aztán rájöttem, hogy ha egyszer már a körülmények is összeálltak, meg az én döntésem is megszületett, akkor úgy néz ki, hogy az Isten, vagy a sors, vagy az égiek, kiki helyettesítse be a saját hite szerint, úgy rendezték a dolgokat, hogy gyógyítóként folytathatom tovább. Úgyhogy a következő hónapok arról szóltak, hogy létrehoztam a saját kezelőhelyemet, kb. Fél év alatt fölértem az összes addig megtakarításomat, mert bevételem az szinte nulla volt, és aztán jöttek utána a betegek. És mivel már nem voltak tartalékaim, tehát tényleg ott voltam a bizonytalanságban, egy saját magamat és a családomat fönn kell tartani, de félelmek szerencsére akkor már nem voltak bennem. Ennyit szerettem volna ilyen magánéleti, személyes élményekről beszélni, amivel, mint említettem, én úgy érzem, hogy sokat segített az zen gyakorlat az, hogy ezeket a helyzeteket a helyén kezeljem, és tanuljak belőlük, amennyire lehet. Most, amit szeretnék megosztani veletek, az itt egy itteni élményem. Talán 3-4 nappal ezelőtt történt, egy kicsit ilyen mélypontban voltam így a gyakorlásban, amikor eszembe jutott egy zen történetnek az utolsó néhány mondata. Több mint 10 éve olvashattam ezt a történetet, úgyhogy nagyon nem emlékeztem, egy kis segítséggel sikerült rekonstruálnom. Biztos, hogy pontosan nem fogom tudni átadni nektek,
De a történetnek a lényege az, hogy keleten élt egy szútramester, akinek volt 3 tanítványa, és úgy döntött, hogy elküldi azt a 3 tanítványát, hogy menjenek, tanuljanak mástól is, lássanak világot, és jöjjenek vissza hozzá, meséljék el, hogy mit tanultak. Egyik ők elindult egyik, másik, harmadik irányba, és a mi főhősünk innentől kezdve a 3-as számú tanítvány, aki amikor visszatért a mesteréhez, előtt egyébként zen gyakorlatokat végzett, kérdéseket tett fel ennek a mesternek. És a mester mindig szútra idézetekkel válaszolt. És ez a zen gyakorlatokat végzett tanítvány az érezte, hogy ez nem lesz rendben. Tehát ő az elmúlt éveiben, amíg távolabb gyakorolt, addig az életszerű, éppen olyan válaszokat szokta meg. És úgy gondolta, hogy segít egy mesterének, megpróbál segíteni hálából azért, amit tőle tanult. Sajnos azonban ezt nem tudta megtenni, azt hiszem egy templomtűz vetett véget az idős mester életének, de az ifjú tanítvány nem adta föl, még így sem, hogy véghez vigye a tervét, és a halotti búcsúszertartás után este a sötétben kiment a teraszra, hova az ételfelajánlások voltak kitéve, amit a búcsúszertartásra hoztak. És meglátta, hogy egy nagy fekete kígyó közeledik az ételhez, és próbál belőle enni. Fölismerte a helyzetet, nagyon gyorsan levágta ennek a kígyónak a fejét, és azt látta, hogy egy sötét, felhőszerű valami távozik a kígyóból. És elkezdte követni ezt, amiben fölismerte az öreg szútramesternek a lelkét. És látta, hogy az egy tehén felé közeledik. Jaj, mester, ne, ez nem lesz jó, mondta neki. A lélek egyből tovább is állt. Egy madár felé közeledett, megint szólt, ne, mester, ez nem az igazi, nem ez lesz az igazi. Lélek tovább szállt, egészen egy házikóig, ahol egy fiatal pár éppen családalapítást tervezett, és tettek is a dolog érdekében. Na itt már a tanítvány nem avatkozott be, hagyta, hogy történjenek a dolgok. És ott maradt a kolostorban. És egy idő után elment meglátogatni ezt a családot. A gyerek talán 1-2 éves lehetett, és azt látta, hogy a gyerek beteg, sokat sírt, talán a szülei már nem is bíztak benne, hogy meg fog maradni. Azonban, amikor a kezébe vette, a gyerek elhallgatott, megnyugodott, és azonnal fel is ajánlotta a családnak, hogy mivel úgy tűnik, hogy ez a gyerek nagyon jó helyen van nála, ő elvinni a kolostorba, magához venni, és ő fölnevelni. És így is történt, a gyerek ott cseperedett a közelében, a kolostorban. És amikor az engyakorló látta, hogy eljött az idő, akkor egy 100 napos gyakorlat elé vetette olyan 7-9 éves korában ezt a kisfiút. Leültette egy fal elé, és egy lyukas papír volt előtte, és azt mondta ennek a fiúnak, nézd ezt a lyukat egészen addig, amíg egy tehén feje meg nem jelenik benne. És ez így ment napról napra, a fiú végezte a gyakorlatát. És a 100. napon ez a fiú meglátott egy tehénfejet átjönni a lyukon. Fölkiáltott, itt a tehénfej, megjött a tehénfej. Fiatal tanítvány odalépett hozzá, milyen tehén? Puf, jól megütötte. A fiú el is érte azonnal a megvilágosodást. A tanítvány pedig meghajolt a mester előtt, hálásan, hiszen teljesíteni tudta a fogadalmát. Hát azt kívánom, hogy mindannyian találjuk meg, vagy ezen az elvonuláson, vagy következő zengyakorlataink során a mi tehénfejünket, vagy éppen ami szembe jön, és ami tovább visz minket az utunkon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.